A dzsihadizmus gyökeret vert Nyugat-Európában. Egyebek mellett erről is szó volt a Matthias Corvinus Kollégium konferenciáján, ahol nemzetközi kutatók vizsgálták, hogy az izraeli-palesztin konfliktusnak milyen hatásai lehetnek Európára. Elemzők szerint folyamatosan nő a zsidók elleni bűncselekmények száma, a palesztin párti tüntetések pedig igazából az antiszemitizmusról szólnak. Alig több mint egy hónapja indított támadást Izrael ellen a Hamas. A terroristák több települést elfoglaltak, csak nem 1300 civilt meggyilkoltak, köztük nőket és gyermekeket, illetve rengeteg túszt ejtettek. Izrael válaszul körülzárta Gázát és csapást mért a Hamasra. Azóta Amerika és Európa szerte rendszeresek a palesztin párti tüntetések. Ezeket igyekeznek békésnek beállítani a szervezők, de rendszeresen hangzanak el antiszemita és a terrort éltető rigmusok. Volt, hogy azt kiabálták, a palesztin államot Izrael területén kell létrehozni. A tüntetéseket úgy álcázzák, mintha azokkal a palesztinokat támogatnák, de a valóság az, hogy ezek Izrael ellenes demonstrációk. Erről a Kenti Egyetem vezető oktatója beszélt a híradónak. Simon Coty a Matthias Corvinus Kollégium konferenciáján kiemelte, az antiszemita tüntetések miatt a bevándorlóként érkezett szélsőségesek és dzsihadisták is aktívabbak lehetnek. A menedékkérők közül sokan terrortámadásokban vettek részt. Nagy a kockázata annak is, hogy később válnak szélsőségessé. Minden nap százával érkeznek, és ha a rendőrség határozottabban lép fel velük szemben, akkor rögtön idegen gyűlölettel és iszlám ellenességgel vádolják meg, mondta Simon Coty. A Hamas terroristáinak támadásával és a tüntetések megjelenésével rohamosan erősödik az antiszemitizmus az Egyesült Királyságban, mondta Liam Duffy. A brit elemző szerint úgy tűnik, a zsidók már nincsenek biztonságban, elsősorban a bevándorló hátterű szélsőségesek miatt. Az interneten, de élő szóban is egyre gyakoribbak az antiszemita gyűlölet beszédek, de a zsidók ellen elkövetett fizikai támadások száma is emelkedik a rendőrség szerint. Most már mindennapossá vált a vandalizmus, és az európai zsidóknak konfliktusokkal kell szembenézniük, hangsúlyozta a brit szakember. Az antiszemita tüntetéseket szervező baloldal és a szélsőséges bevándorlók kéz a kézben járnak. Erről a Migráció Kutatóintézet kutatója beszélt. Szejfó már kiemelte, a baloldalt még az sem zavarja, hogy a bevándorlók a vallási és az etnikai konfliktusaikat is magukkal hozzák. A mostani tüntetések során azt látjuk, hogy ezek a csoportok gyakorlatilag együtt vonulnak az utcára, tehát jellemzően baloldali politikai csoportok szervezésében történnek meg ezek a tüntetések, mint ahogy ezt láttuk Londonban a 300 ezres hétvégi demonstráció kapcsán is, amelyen részt vesznek bevándorlók is. Szejfó már hozzátette, a terrorizmus ellen a külső határok védelmével, illetve a kitoloncolások hatékonyságának növelésével lehet védekezni.